Köszöntöm a kedves nézőket! Ez már itt a Weekend második része, és futunk előre egészen a végéig, hiszen vendégeink azt hiszem, hogy profi módon futnak, de emellett azért nagyon nemes hivatásuk van. Szabó Tamás, görögkatolikus pap, és felesége Kata, aki hát igazából ugye a papságnak és az azzal járó mindenféle feladatnak az együttviselője, hordozója, és egy gyönyörű nagy családot is neveltek. Hat. Gondolom, gyönyörű gyermeketek van, ők most nem jöttek ide, elengedtek titeket egy kicsit pihenni. Gyakorlatilag ugye rengeteg érmetek is van, és egy különös szenvedélyetek, vagy hobbitok van, ez pedig a futás. Meséljetek arról, hogy egyrészt hogyan futottatok össze, milyen módon, talán a futás hozott össze titeket, és hogyan fér meg ez a sport mondjuk egy papi imidzsel? Hát igazából a találkozásunkkor még egyikünk sem futott. Bár a sport az szerintem mindenkinek az életében benne volt, hiszük azt, hogy az ép test és az ép lélek egy kicsit összetartozik. A futás az egy váratlan balesetnek köszönhető, ugyanis nekem egy foci mérkőzésen eltört a kulcsontom is, és utána nagyon nehezen találtam meg azt, hogy merre is indulok el, és egy baráti társaságban vetették fel azt az ötletet, hogy készülnek az Ultra Balatonra, hogy ez a Balaton körbefutásának a története, és hát keresték a önként jelentkezőket. És a lábad az ép volt, csak a kulcsontod volt sérült. És azt mertem mondani, hogy szívesen és örömmel, és gyakorlatilag ennek az lett az eredmény, hogy elkezdtem futni. Első körben még csak azért, hogy ezen a versenyen ne hozzam a csapatot kellemetlen helyzetben. Akkor még talán a feleségem se értette, hogy mi történt velem, pedig olyan rendes embernek tűnt korábban. Viszont az az élmény, az egész, ami ezzel járt, az szépen lassan megfertőzte őt is, és néhány hétre rá gyakorlatilag már előfordult, hogy együtt indultunk ki a sóstói erdőbe egy kis közös futásra. Most nem akarok hülyeségeket mondani, hogy félt, hogy elfutsz messzire, és akkor jó kondiba kellett lenni, hogy utolérjen. Egy ilyen ultra Balaton az pontosan mit jelent távolságban? Hányan futnak, hány kilométert? Ez 220 kilométer, és lehet egyénileg, illetve csapatban is futni. Tavaly egy 10 fős csapatban, az idén már közösen egy 9 fős csapattal futottunk, most már együtt egymást váltottuk hajnal 2-kor éppen. Talán az egyik legszebb része volt a házasságunknak, amikor hajnal 2-kor leszakadt a Balatonparton a vihar, azt mindenki tudja, hogy az úgy rendesen szokott érkezni, és én 2-től 3-ig, és ő 3-kor váltott engem. És hát azt sem tudtam, hogy adjam át a stafétabotot, vagy sem, vagy hogy hogyan jobb, de hát hűségesen küzdött, és ő is megfutotta a maga részét. Kata egy 6 gyerekes anyuka. Egyrészt nagyon ritka, mint a fehér holló, ugye azért a görögkatolikus papi családokban ez azért azt gondolom, hogy egy picit gyakoribb, mint a család, átlagban, igen. Igen, a nagy család, de hát én azt szoktam mondani, hogy ahány kezem van, illetve a két, mondjuk egy házaspárnak ahány keze van, tehát egy-egy gyerek, 4, az még talán vállalható, de már ugye a 6, bár vannak bizonyos elképzelések, miszerint már tényleg egy bizonyos idő után ők egészen jól el vannak. De hogyha valakinek van 3 vagy 4 gyereke, általában mindig időhiányról panaszkodik, mindig krónikus fáradtságról panaszkodik, és hát nem ilyen érmekkel büszkélkedik. Ez hogy fér meg a te életedbe? Vagy egyáltalán hogyan tudod ezt kivitelezni? Hát sok segítséggel. Tamás szokott nagyon sokat segíteni, meg hát igazából apáikat is meg tudom kérni, anyósom is, de elég nehéz összehozni. Tehát az, hogy mondjuk, hogyha heti 3-szor elmenjek, azt azért elég nehéz kivitelezni, és próbálok kiszakítani. De amikor elkezdtem futni, 9 hónapos volt a legkisebb gyerekünk, az egy nagyon nehéz időszak volt, mert amikor a 6 gyerek után én elkezdtem sportolni, akkor azt hittem, hogy kondiban vagyok a 6 gyerek mellett, de ez nem így van, mert nagyon nem voltam kondiban. És nagyon sok idő kellett ahhoz, hogy én mondjuk 3 kilométert is megbírja futni. És hogy kezdted? Milyen távokkal? Hát előbb úgy kezdtem, hogy elkezdtem járni személyedzőhöz, mert semmilyen kondim nem volt. Tehát abszolút. Utána a futópadon gyalogoltam, aztán amikor a gyaloglásból már kicsit futottam, vagy így kocogtam, és akkor a futópadról, amikor már ott tudtam futni, akkor mondta azt Tamás, hogy na jó, akkor most menjél ki, és fussál 3 kört a bújtoson. A futópad és a bújtos között érezted különbséget? Nekem óriási különbség volt. Én azt mondtam, én úgy mentem vissza az első ilyen alkalmam után, hogy
hát én még egyszer ki nem teszem a lábam. Köszönöm nekem a futópad. Mert hogy engem ez annyira megviselt. Tehát nekem nagyon jó volt az edzőteremben a futópad. Aztán utána így szépen lassan mindig volt valami cél, mindig tűzött ki, általában Tamás, nekem valami plusz célt, akkor volt, hogy májusban van Debrecenben egy ilyen 9 kilométer, akkor azt, hogy meglépjük, és akkor mindig volt valami, ő meg mindig jött velem, hogy legyen valami, ami tovább viszi a kilométerek számát. És akkor most eljutottunk addig, hogy voltunk a félmaratonon, vagy volt ez a Dunakanyar félmaraton, igazából mi csak 12 kilométert futottunk, az volt az első 12 kilométerem. Jó versenyhez kötni ezeket a dolgokat, mert én itthon elfutósgatok, de mindig jó, hogyha versenyen is részt vesz az ember, és ott megfutja az adott 5 kilométert, a 10 kilométert, akár a 12-t, és akkor most nagyon szeretném novemberben, hogy meglegyen a félmaraton. Azért a futópadon ezt nem gondoltad, ugye, hogy egyszer eljutsz, vagy ott volt agyban? Azért nem, ez egyáltalán a félmaraton? A félmaraton oly szinten nem volt ott, hogy menjünk az Ultra Balatonra, jó, menjünk az Ultra Balatonra, de én biztos, hogy nem fogok félmaraton futni, mert a 10 kilométer az nekem pont jó. Tehát az teljesen jó. És akkor most már úgy futok 15-16 kilométereket, az úgy már most megy rendszeresen. Nagyon érdekes, amit mondtál, hogy Tamás kitűzött neked valamilyen célt. Itt az a kérdés merült fel bennem, hogy neked mi volt a motivációd abban, hogy neki tűz ki célokat? Mert az, hogy magadnak, azt úgy értem. Kettős célja van. Tehát egyrészt ugye, amit felmerült, hogy egy olyan mennyiségű és minőségi életet élünk, ami idegileg, fizikálisan és mindenféle szempontból elég megterhelő. Ugye egy nagygyerekes család élete a napi 8 órai munka viszonyon túl plusz 8 órát jelent körülbelül. Ha hozzárakjuk a korahajnali ébredést és a késő esti kitartó feladatokat, egyszerűen nem működik másképp, hogyha az erőforrásokat is megváltoztatjuk. Ugye kétféle erőforrás létezik az ember számára, az egyrészt a fizikális helyzete, testi állapota, a testi egészsége, másik pedig a lelki állapota, a lelki egészsége. És amikor az a kérdés felmerül, hogy mire van időnk, vagy mire nincs, nekünk azért van időnk futni, hogy jóval több időnk legyen minden másra. Mert ezek megsokszorozzák az ember erejét, kitartását, odafigyelését, munkatempóját, mennyiségét. És azt is nagy élményként élheti meg bárki, aki elkezd futni, hogy egy embert kell legyőznie, saját magát. És éppen ezért minden méter, minden másodperc, egy újabb-újabb siker. És ezek a sikerek kellenek a mindennapjainkhoz is, hiszen elég sok mindent megteszünk. Van benne egy olyan, szerintem Kata esetében is legalábbis remélem, hogy én büszke vagyok rá, hogy a klasszikus sztereotípiákon is túl lehet lépni. Tehát csak azért, mert valaki egy nagy családos életet választ, azért nem feltétlenül kell mindent feláldoznia. Sőt, az az én idő, amit arra szánunk, hogy egy óráig magunkba vagyunk, futunk és magunkra fordítjuk, azt a szeretteink felé tudjuk kamatoztatni. Azt a töltést azt pont azoknak tudjuk odaadni, akik nem feltétlen kellene, hogy rosszat kapjanak tőlünk. Csak pont egy normál terhelés esetében pedig azt látjuk, hogy otthon robbanunk, otthon jönnek ki ezek a nehézségek. Így van, megfogalmaztad a lényeget, az embernek önmagát legyőzni a legnehezebb, hiszen ott minden van, ugye a jó is, a rossz is, a jó oldal is, a fehér is, és a fekete, és hát ennek az egyensúlyát néha nehéz megtartani, vagy tényleg azért tenni, hogy a jó kerekedjen felül. Hogy nézik, hogyan fogadják a gyerekek, hogy néha anya, apa elfut, és ők nem biztos, hogy oda tudnak érni, vagy mennek veletek esetleg? Hát szerintem a legaranyosabb, amikor a 4 éves és a 2 éves gyerekünk megtalálja a cipőnket, belebújik, és mondják, hogy akkor most mi megyünk futni. Tehát jó, azt játsszák, tehát számukra az a szerepjáték. A nagyoknál pedig, és most egy kicsit megint beszélhetünk a nevelési elméleteinkről, kötelező valamit sportolni, vagy mozogni. Ez lehet tánc is, vagy bármi más, de a testkultúra, a testmozgás az nélkülözhetetlen is. Hát ezért elég büszkék vagyunk rá, hogy a fiaink is, nagylányunk is ügyesen veszik át ezeket a dolgokat, hiszen például, amikor Mária Pócsra szerveztünk egy futószalándoklatot, akkor Kata, a 10 éves nagyfiunkkal közösen oldották meg azt, hogy egy fél maratont lefutottak. Ő 16-ot, és az akkor 10 éves fiunk pedig gyakorlatilag 5,5 kilométert. És esetleg a híveket is sikerül meggyőzni? Mit szólnak ahhoz, hogy az ő papjuk egy ilyen futó... Igen, szerintem igen. Futópap? Sőt, egyre többen. Tehát azt látjuk, hogy a környezetünkben sok ember pozitív példaként látja ezt is.
És hát akár csak, amit Mária Pulcson említettem, hogy megszerveztünk egy ilyen futó zarándoklatot, ahol azt mondtuk, hogy a hit és a futás egy kicsit összetartozik, és több mint 500 ember indult a különböző futamokon. Onnan nagyon sok ember kapott kedvet ahhoz, hogy elkezdse futni, és csak nézzük sokszor a közösségünkben, hogy ők is, sőt már van egy kisebb futó közösség, akik rendszeresen együtt járnak. Tehát azt hiszem, hogy a jó példát is szívesen veszik, talán egy paptól is, mert talán nem csak a lélek, hanem a testért legalább annyira felelősek vagyunk, akik az Istennek a gazdagságára és a szeretetéről akarunk beszélni. Tamás, Kata, az időnk is elfutott. Öröm volt veletek beszélgetni. Köszönjük. Nagyon jó egészséget és áldást kívánok az életetekre, és reméljük, hogy tényleg sok hívet toboroztok a futó pályákra is és a versenyekre. Köszönjük, hogy itt voltatok. Mi pedig egy kis programajánlóval folytatjuk. Kedves nézők, a műsorunk elején arról beszéltünk, hogy a nyíregyházi nyugdíjasok milyen példaértékű kulturális életet élnek, és hogy mennyire érdeklődőek, nyitottak a különböző témák iránt. Tehát úgy látszik, hogy keretes költemény lett ez a mai műsor, hiszen tulajdonképpen most is a nyíregyházi nyugdíjasok töltötték meg javarészt dr. Nyéki Gabriella előadását, amelynek címe Tánccal a betegségek ellen volt. Gabriella nemrégen érkezett ide a stúdióba, és hát gyakorlatilag azt gondolom, hogy nagyon pozitív élmény volt önnek itt Nyíregyházán, mert hogy nagyon lelkes volt és érdeklődő nyitott ez a bizonyos közönség. Kezemben tartom az ön könyvét Tango and Dio címmel, az alcíme pedig Tánccal az Alzheimer kór ellen. Ennek a könyvnek a bemutatója volt itt Nyíregyházán. Egyrészt azt gondolom, hogy a teljes könyvnek a tartalmát ugye ebben a beszélgetésben most nem tudjuk elemezni, de ha röviden el tudnám mondani, hogy hogyan jutott el addig, hogy ezt a könyvet megírta, és mennyire nyitottak azok a betegek, akiknek szüksége van erre az információra, ami ebben a könyvben van. Köszönöm szépen a meghívást. Hát először is nem betegeknek szántam a könyvet, hanem egészséges, fit nyugdíjasoknak. Arról szól a könyv, hogy hogyan maradjunk fittek és egészségesek, hogy ne kapjunk Alzheimer-kort. Ez egy igaz történet, Ausztriában találkoztam a gyógyszállodában, ahol dolgozom, nagyon sok fit nyugdíjassal, és mindig megkérdezem tőlük, hogy mi az a titok, ami miatt ilyen fittek és egészségesek. Hát erről szól a könyv. Két szálon fut, az egyik egy igaz történet, a Liza néni, nem az saját neve, de ez a Liza néni, aki 82 éves, és nagyon fél az Alzheimer-kortól, de borzasztóan fit, és olvasta az interneten az összes lehetséges kutatást, és ő tudja, hogy a legegészségesebb, ami az agyat fitten tartja, az a gyakori tánc, és sajnos meghalt a férje, és egyedül maradt, és Bécsben beiratkozott senior tánciskolába, tehát egyrészt erről szól a történet, a bécsi senior tánciskolákról, a kézcsóktól az üdvözlésig, a régi tehát korok. Tehát van egy romantikus szála ennek a régi történetnek. Régi korok emléke, engem mindig elvarázsol, amikor még találkozok a szállodában egy olyan idős úri emberrel, aki mondjuk már közel tényleg 90 éves, még a monarchiában nevelte mondjuk a nagymamája, aki még a monarchiában született, tehát teljesen más korban nőttek ők föl, és akkor ők még nekem, ami doktornőnek kezet csókolnak, tehát benne van a kézcsók története a könyvben. Egyébként, tehát igaz történet, a másik oldalról pedig próbáltam belekeverni egy kicsit az ideggyógyászatot, de úgy, hogy a 80 évesek is megértsék, hogy mi az agyműködés, hogyan, mi a fontos, például alapvető dolog, hogy eleget ígyunk, ugye, mert nagyon sok idős nagymama, nagypapa ugye egy kicsit zavarodottá válik, hogyha 2-3 napig nem iszik eleget, tehát mindig azt mondom, hogy a víz. Vízre gondol a doktornő, ugye? A víz, a gyógy, igen, illetve a vörösbor története is benne van, mert ugye a vörösbor is egészséges, illetve néhány élelmiszer, a csokoládé története, a tangó és a bécsi keringő története. Miért tangó a könyvnek a címe? A tangó egy Parkinson terápia Argentínában.
már orvosok receptre írják, és tényleg az egyik legjobb gyógymód, hogyan maradjanak a parkinsonos betegek fittek, illetve gyakorlatilag abban a stádiumban, vagy talán még jobb stádiumban is, mikor felfedezték rajtuk a parkinson-kort. És miért dió? Ugye a dió az hasonlít az agyra, mindenki asszociál ezzel, illetve nagyon sok fontos anyag, tehát fontos elem van, ami az agyra, az agy működésre. Mindig azt mondom, nasolás helyett a menedzsereknek is ajánljuk, ne csak csokoládét tegyenek az irodában, hanem egy pár szendiót, és akkor újra fittek, jobban tudnak gondolkodni, ugye? Nagyon sok minden eszembe jutott, ahogy önt hallgattam. Egyrészt talán az, hogy a ma Magyarországon nem annyira általános, hogy egy orvos könyvet ír, de valahogy talán évszázadokkal ezelőtt ugye az orvosok egy kicsit művész emberek is voltak, tehát zenéltek, vagy értettek különböző tényleg művészeti dolgokhoz, írtak is, tehát valahol itt is visszaköszön az ön, nem is tudom, vissza vágyódása a történelemnek régi korai iránt. Másrészt pedig az, hogy elméletben talán a magyar emberek is tudják mindezeket, de valahogy, mintha a mindennapok egy kicsit egy ilyen robotüzemmódban tartanának minket, magyarokat. Pár száz kilométer választja el ugye Ausztriát Magyarországtól, mégis más világ van ott és itt. Hogyan tudja ön ezt megélni orvosként, hiszen ugye mindkét helyen dolgozik? Igen, nekem nagyon érdekes volt, amikor a vendégeket megkérdezem, hogy árulják már el, mi a titkuk. És akkor azt mondják, hogy mozgás, friss levegő, séta, ez az egyetlen titok, néhány szem dió és pár szem bogyós gyümölcs. Ez az a hosszú élettitka, vagy egy óra tangó és egy marék dió, így is mondhatnám. Érdekes, hogyha megkérdezem az ausztriai vendégeket, hogy mennyit gyalogolnak egy nap, akkor ők azt mondják, hogy kb. 5 kilométert. Ha megkérdezzük a magyar vendégeket, akkor ők azt mondják, hogy hát ma már elmentem a sarokig meg vissza. Kényelmesebbek vagyunk? Igen. Sokkal. Vagy kevesebb időnk van? Hát nem tudom. Azt gondolom, hogy ott életforma fitnek maradni, egészségesnek maradni, és mindenki Nordic Walking bottal jár, nem görbe bottal, mert az már nem divat. Eleve az csak egy bot, és ugye a Nordic Walking bot pedig két bot, és az mennyivel elegánsabb, fittebb az utcán azzal menni még 90 évesen is, mint egy darab görbe bottal csoszogni. És maga az, hogy mondjuk, tehát talán egy magyar nyugdíjasnak a fizikai aktivitása azért is szüksége van, mert hogy ugye nagyon sokáig még talán a nyugdíj mellett is dolgozik ahhoz, hogy egy megfelelő életszínvonalat tudjon magának mondjuk föntartani, ameddig legalábbis én mondjuk laikusként gondolom, hogy esetleg egy Ausztriában élő nyugdíjas sokkal hamarabb élvezheti már a nyugdíjas éveit, és kiegyensúlyozottan egy megfelelő egzisztenciális háttérben nyugodtan tud élni. Tehát nyilvánvalóan a kevesebb stressz valószínűleg a bogyós gyümölcsök mellett is azért nagyon sokat jelent. De mégis magát a szemléletet hogyan lehet formálni, hogy egy picit mi is elhiggyük, hogy ezek tényleg jók és hasznosak, és ne rögtön az első dolgunk az legyen, hogy szaladunk valamiféle gyógyszertári készítményt szerezni, vagy feliratni az orvosokkal. Hát igen, én azt gondolom, hogy minden a legjobb módszer, a legjobb gyógymódszer a mozgás. Tehát ami ők se hiszik, ők sem hitték, de ugye nekik van lehetőségük egy ilyen egyhetes gyógykúrára, ami 14 terápiából áll, amiben van nagyon sok gyógytorna, ingyenesen vizitorna, teremben való torna, illetve friss levegő, Nordic Walking, és akkor ugye ők is azt mondják, hogy igen, itt fáj, ott fáj, amikor elindulok, nagyon fáj, de egy óra múlva már nem fáj. És a másik, ami érdekes, a tánc, tehát nagyon sok tánc kurzus van nekik, ami tánc lépéseket is tanítanak, illetve csak egy óra tánc, ahol minden 2-3 percben valakinek be kell mutatni a többinek a csoportnak egy mozgás bármit, és a többieknek le kell utánoznia ezt, tehát kiadhatja magából, amit ő gondol, és egy óra múlva azt mondják, hogy már nem is fáj, elfelejtettem. Hogy gondolja, doktor, ő mennyire van annak realitása, hogy a magyar egészségpolitikába be lehet emelni ezeket az elemeket, és tényleg a prevencióra nagyobb hangsúlyt fektetni, úgy, hogy
hogy ezek valóban elérhetők legyenek egy magyar ember számára is. Én azt gondolom, hogy nagyon jó irányba halad a folyamat, mert Magyarországon elindult a senior tánc képzés, és én úgy tudom, hogy a résztvevőknek teljesen ingyenes, tehát akinek ideje van, az szeretettel várják, és nem, ez most már tényleg nem pénz kérdése, és nagyon sok önkéntes nyugdíjas, agilis nyugdíjas vállalja, hogy a többieknek ezt a táncot megtartja, pusztán a maga szórakoztatására, illetve azért, hogy ő is fit maradjon, és nem egyedül fog otthon tornázni, vagy táncolni, hanem akkor szervez maga köré embereket, és gyakorlatilag együtt szórakoznak. Nagyon sok közös programuk van a táncon kívül, illetve nagyon fontos, ami Ausztriában visszatérve a nyugdíjra, hogy ugyan nem dolgoznak, hasonló sok, tehát körülbelül a nyugdíjkor ugyanaz, mint Magyarországon, viszont nagyon sok önkéntes munkát végeznek, ez szintén benne van a könyvben. Itt jön be ugye Magyarországon ez az ingyenes önkéntes táncoktatás, ezt is nevezhetjük önkéntes munkának, tehát nem mindig pénzkérdése az, hogy egészségesek és fittek akarunk maradni. Amúgy a Nordic Walking itt a nyíregyháziak között is nagyon népszerű. A Sóstón, illetve az erdei tornapályán, ami szintén ugye már Sóstónak egy kis előkerülete, nagyon sokan használják ezt, mert valóban egy ízületkímélő módszer, illetve eszembe jutott, hogy azért itt egy városi kezdeményezés, a Mozdulj Nyíregyháza, amelyen különböző sportokba kapcsolódhatnak be, például akár egy gerinctorna, akár egy jóga, általában a nyugdíjasok között is nagyon-nagyon népszerű, szóval csak úgy futkároznak a nyugdíjas nénik a jóga szőnyegükkel, és rendszeresen bekapcsolódnak. Tehát azt hiszem, hogyha van olyan lehetőség, ahol tényleg ingyenesen, heti rendszerességgel bekapcsolódhatnak valamiféle mozgásformába, akkor ezt sokan megteszik. Nem tudom, hogy a többi városban mennyire vannak ilyen lehetőségek, mondjuk tényleg itt Nyíregyházán szerencsések vagyunk, mert van erre lehetőség. A doktornő milyen mozgásformát kedvel, mi az, amit szívesen csinál? Hát én is nagyon szeretem a Nordic Walkingot, én is szoktam, elvégeztem Ausztriában kint a Nordic Walking vezetői képzés gyakorlatilag, mert akárki nem vezethet csoportot, mert ugye nagyon sok bajt is lehet okozni, nem gondolnánk, de azért lehet ízületi problémákat is okozni egy rossz Nordic Walking mozdulattal. Ez a kedvencünk, illetve hát Ausztriában a túra, ugye a hegyek és a hegyek és tavak és patakok között a hegyi túra az a kedvencem. Na hát a tangó és dió elfogyasztása után, vagy megízlelése után úgy gondolom, hogy sokaknak lesz kedve kipróbálni. Mindezt tervez folytatást esetleg? Egy második részt? Második rész a nyelvtanulásról szól, amit soha nem késő elkezdeni. Szintén osztrák példa, hogy nyugdíjas korukban két dolgot kezdenek el. Az egyik beiratkoznak tánciskolába, a másik beiratkoznak nyelviskolába, és nyelvet tanulnak 70 évesen. Ez csapatépítő jellege is van, nem feltétlen perfekt angol tudást ad, viszont a második könyvem erről fog szólni, nyelvtanulás gyerekkortól 100 éves korig. Hát kívánok hozzá nagyon sok sikert, jó egészséget, és hát az élethosszig tartó tanulás paradigmáját azt gondolom, hogy tényleg nagyon sokan el fogják sajátítani ahhoz, hogy boldogabb, teljesebb, kiegyensúlyozottabb életet éljenek. Van-e lehetősége itt Nyíregyházán esetleg szétnézni? Kellemes hétvége előtt állunk. Igen, kedvencem volt a Sóstó és környéke, mert a nagynénénk nyíregyházi volt, és nagyon sok évet töltöttünk így gyerekként, mikor a nagynénihez jöttünk nyaralni, úgyhogy gyakorlatilag egy kicsit haza is jöttem, így most. Úgyhogy köszönöm szépen, nagyon örülök, főleg, hogy ilyen gyönyörű napsütés volt, és emiatt is azt gondolom, hogy sokan eljöttek az előadásomra. Még annyit, hogy a könyvem a könyvtárakban is megtalálható, illetve hogyha véletlen van, melyik könyvtárban még nincs meg, akkor megrendelhető a könyvtáraknak a könyvtárellátón keresztül. Tehát visszatérve igen, a kis nyugdíjasokra. Igen, kérdezni, hogy hogyan juthatnak akik, hozzá a könyvhez. Ugye, akik nem szeretnék, vagy nem tudják megfizetni, azoknak a könyvtárban ingyen lehetőségük van rá, illetve kapható Magyarországon könyvesboltokban is, illetve a tangoesdio@gmail.com e-mail címen tőlem is megrendelhető a könyv. Köszönöm szépen még egyszer. Köszönöm szépen én is.
Hát kedves nézők, akkor vagy Nordic Walkingozni, vagy olvasni, vagy a különböző programokra ellátogatni, ez a mi javaslatunk. Remélem, hogy kellemesen töltötték ma is velünk ezt az estét, és kívánunk Önöknek nagyon szép hétvégét, viszontlátásra!